Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem a legújabb MSZP elnök, mert őt nem ismerjük, hanem Lendvai Ildika, az MSZP volt elnöke. Kezi csokkolom, jó reggelt kívánok, természetesen országgyűlési képviselő is a volt. A legújabb már nem olyan új, az az MSZP elnök, úgyhogy biztos mi nem ismerjük ott, úgyhogy lehet, hogy a nézők, amikor időnként elmennek más csatornára, ami akkor valahol... Ami nagyon csúnya dolog. Ami nagyon csúnya dolog, de itt még nem járt, ezek szerint nem is fog járni. Ön viszont itt van, és élvezzük a lehetőséget, hogy önt kérdezzük, na mi újság az MSZP-be? Köszönöm szépen, hát most éppen a sok munka, sok izgalom korszaka van. Ugye a nagyvárosokban nagyon sok helyen az ellenzéki összefogás győzött. Mondjuk és a koalíció, nevezzük annak. Igen, az ellenzéki koalíció. És most hát ezeknek az önkormányzati nagyüzemeknek a bejáratása folyik. Az örökség fölmérése, ami hol rendben van, hol nincs rendben, mármint az örökség. Ez tehát most jó nagy részében leköti a nem önkormányzati politikusok munkáját is, hogy hogyan tudnának ehhez egy segítő hátteret alkotni. Kérdeztem Varjú Lászlótól, hogy mi a véleménye arról, hogy úgy tűnik, hogy ennek a koalíciónak a lelkiismerete nem más, mint a Momentum. Mi a véleménye erről? Hát én nagyon bízom benne, hogy ennek a koalíciónak annyi lelkiismerete van, ahány tagja, mert akkor tudunk jól működni, ha ki először a maga hibáit tárja fel, és nyilván a többiekkel megbeszéli azt is, ahogy a Momentum is teszi, ahol máshol is akad ilyen. A Momentum szerepe talán azért föltűnőbb ebben a lelkiismeret éber őre vonatkozásban, mert egy viszonylag új, és életkorilag is, politikailag is mindenképpen fiatal párt, nyilván kényesebb ízléssel és élesebb szemmel megy bele a gyakorlati politikába. Én tehát azt mondom, tegyék csak, nagyon helyes. Mi a véleménye arról, hogy végre győztek a nők? Az LMP-nek már van, fölmentették, illetve a büntiket megszüntették, új női társelnöke. Igen. Hát, aki Dafke egy zöld harcos, gondolom őt már ön régről ismeri. Persze, még annál is régebbről, mint ahogy most itt életkorokat eltagadva be kéne ezt föltétlenül vallani. Hát nézze, én nagy rémülettel és részvéttel néztem éveken keresztül az LMP vergődését. Mert ők is azért... olyan voltak, mint a Momentum, a lelkiismeret, csak akkor ők másnak voltak a lelkiismeret. Hát igen, meg inkább egymással szemben gyakorolták ezt. Azért néztem csodálkozva is, meg részvéttel is ezt a vergődést. Azért olyat még nem láttam, hogy egy pártot a saját alapszabálya tegyen tönkre. Ez most ez az eset volt. Én annak örülök, hogy ezeket a teljesen értelmetlen, elsősorban magukat lábon lövő büntetéseket most visszaszívták. És lehet, hogy a szocialistáktól tanulták ezt? Már micsodát, a lábon lövést? Igen. Nálunk nem az alapszabály szokott baj lenni, nálunk egyéb problémák. Önkéntesen lövik lábon magukat. Nem, én remélem, hogy nem ez történik, és azt is remélem, hogy most már az LMP-ben sem. Az egyébként egy érdekes modell, hogy férfi-nő társelnökben működni, ugye a Párbeszéd is. Most láthatjuk őket, hogy már egy kereskedelmi televízió vendége is kettesbe mentek. Igen, én is figyeltem. Hát azért gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy soha többet el nem engedhetik egymás kezét. Gondolom, mindkettőjüknek van családja. Persze, és más kezeket is fognak olykor. De ez egy jó modell, én sokat gondolkodtam azon, hogy vajon az MSZP-ben örülnék-e egy ilyen modellnek, már egy ilyen női férfi társelnöki modellnek. Végül is el tudnám képzelni, de azt hiszem még jobban örülnék annak, hogyha egyik párt se az MSZP, se az LMP nem a könnyebb utat választaná, és nem csak a csúcson mutatna fel egy nőt, hanem valóban a helyi politikusaik között is lenne. Napjainkban a magyar politikában is egyre többen vannak zöldek. Viszont nem hallottam, hogy politikusaink, azok, akik féltik az emberi lábnyomot, meg hogy mi lesz a természettel, meg mi vár ránk, mint hogyha egy szót se szóltak volna arról, hogy Németország aknákat robbantott föl, amit ki is vehetett volna a vizekből, és ennek következtében olyan halak semmisültek meg, akik majdnem pótolhatatlanok.
ami egyébként épp olyan rossz, mint amikor nálunk fákat vágnak ki, mert semmi sem jó, ami na, én erről beszélek, tehát, hogyha valahol kivágnak egy fát, akkor ez jól, mint hogyha gyerekekről vagy kutyákról, természetesen ezer különbséget tegyünk, az úgy jó jön ki a filmen, akkor oda kötözzük magunkat, megvédjük a fát, lehet, hogy közben szegény fa beteg és életveszélyes, és esetleg ráesne valaki fejére, na nem mindig ez jellemző. Bár úgy lenne, hogy csak ilyenkor vágják ki. Én azért értem, hogy azt mondja, hogy ez fotogén is, és inkább igen, arra na most Németország, de... amit annyira istenítünk már aki, nem hallottam nagy füleimmel, hogy bárki valakit mondott volna. Volt zöld csoport, aki vagy amelyik megszólalt, helyesen is tette, de itt a fakivágások ellen küzdőket is hadd védjen meg. Ma Budapest és a nagyvárosok legfontosabb környezetvédelmi problémája épp a levegő. Hát a gyerekeink, unokáink, ha pehes környéken laknak, gyakorlatilag már a fele astmás és fuldoklik. Igen fontosak nekem is az édesvízi és tengeri halak, az összes fajtája, de jelen pillanatban Budapesten, talán máshol is, tényleg a fák és az ő oxigén kibocsátásuk miatt kell aggódni. De hogyha Németországban a tengerbe robbantanak, akkor... Az se jó. Nem a tengeri robbantást akarom megvédeni természetesen, még a magyar problémák között nem is a szennyvíz iszap itt meg ott való lerakását akarom megvédeni. És akkor ez lesz következő témánk. Értem a fák védelmét. A héten stúdiónk vendége lesz 9. kerület új polgármesternője, aki nagyon érdekes módon akár ultimátummal, akár javaslattal élt, és ettől föl fog virágozni nem csak a Ferencváros, hanem Erzsébet is, illetve ott az egész környék. Rozsdatemető megszűnik, a szennyvíz nem fog a Kis-Dunába menni. Miért nem oldották ezt meg például az önök kormányzása idején? Hát valószínűleg azért, sok mindent megoldottunk, valószínűleg azért, mert nem neveztünk be egy atlétikai bajnokságra, mert úgy gondoltuk, hogy talán az egészségügy fontosabb. Mert ugye ez az egész, reméljük, hogy jól alakuló beruházás, most egy atlétikai csarnok, stadion építésének. Több ezer diáknak lesz hol laknia, és nem méregdágalagért. Ezt én nagyon remélem. Azt ezzel együtt nem... Egy egész diákváros épül. Én igazán örülök mindennek, ami épül, de nagyon fontosnak tartom, hogy Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina feltételeinek megfelelően épüljön. Én nem gondolom, hogy azt meg lehet tenni, hogy minden pénzt a stadionba ölünk, miközben az egészségügyben az van, ami van. Egyetértek tehát azokkal a föltételekkel, a kerület és a főváros föltételeivel, hogy jó, építsék meg az atlétikai stadiont, ha már ez a gumimacskájuk, bocsánat, hogy ezt mondom, és nyilván a sport szempontjából fontos is, de ruházzanak be abba is, ami meg nekem és Budapest 2 millió lakosának fontos, magyarán az egészségügybe. Ezért örülök, amikor Hava Szófia, 50 milliárd dr. Hava lesz. Szófia stúdiónk vendége akkor volt. Akkor ő el tudta mondani, mi ő el tudta mondani, de ő azt is mondta, hogy addig járnak a házi orvosoknak a nyakára, Mari nénit megcétézték, akkor az összes barátnője addig jár az orvos nyakára, amíg őt is, utána más vizsgálatokat is, tehát iszonyú sok vizsgálatot csináltatunk meg fölöslegesen, méregdága gyógyszereket iratunk föl, amit föl se használunk, tehát nekünk is... Ez biztos, hogy így van, alkalmazkodnunk kéne a helyzethez. Lehet, hogy csinálnak a 100-ból 2 CT vizsgálatot feleslegesen, de van 50, amit meg nem tudnak időben megcsinálni, mert Magyarországon hónapokig kell sorba állni a TB finanszírozott CT készülékekhez való. Elnök asszony, van egy rossz hírem. Na? Én többek között szocializálódtam egy olyan országba is, ahol az ilyen gépeket a nap 24 órájában használják. Kíváncsi vagyok arra, hogy vajon polgártársaim, úgy de jól hangzik ez, tehát a magyar lakosság is hajlandó éjjel 11-kor vagy reggel 2-kor elmenni. Ezeket a gépeket 24 órában lehet nagyon használni. Nagyon helyes, de tudja, hogy nálunk miért nem használják. Nem azért, mert az, aki esetleg egy súlyos, daganatos betegségre gyanakszik, nem menne le akár hajnali 3-kor, hanem azért, mert az egészségügy kiürült személyzeti szempontból is. Van olyan CT is, ami ott áll a kórházban, de csak napi 7-8 órában tudják működtetni, ha egyáltalán, mert nincs megfelelő szakorvos. Mert nincs megfelelő szakorvos. De egyébként a készülékkel is baj van, épp tegnap olvastam egy adatot, úgyhogy nagyon friss vagyok ebben. Magyarországon 1 millió emberre összesen 10 CT készülék esik, még Romániában is több, Szlovákiában, Lengyelországban, hogy csak a régiót említsem, pedig dupla annyi. Tehát van itt mit csinálni, és nem csak a Mari néninek, neki is, de az állami beruházásoknak is.
Mondja nekem valami pozitívat így korán reggel. Amit... Süt a nap. Úgyhogy most nem volt olyan rossz felkelni, mint máskor, bár itt a kolléganők a sminkben és a szervezésben elárultak nekem egy rossz hírt is, hogy vasárnap már havazni fog. De lehet, hogy ez is jó hír például az én unokáimnak, ha már hógolyós most hát lehet. Meg jönnek az ünnepek, és ne legyen fehér karácsony és fehér hanuka, hújjon a hó, a pejhes hó, és tél van. Tehát mindenek vissza kéne nem csak a politikába, hanem az időjárásba is a helyére kerülni. Egyetértek, a politikában mindenképpen, én nem bánom, ha tél egy icipicit késlekedne. Ebbe véletlenül osztom én is a véleményét. Azt mondja még el nekem, hogy következő vendégünk Szucs Tamás lesz a PDS-től. Igen. Mi a véleménye a tanárokról? Azt találtam a leg... Na, ott kezdődik, hogy nem kell tudni a nézőnek, de tisztességes ember, nem politikus koromban, én is pedagógusként kezdtem. Nagyon kevés ideig tanítottam középiskolában is, meg egyetemen is. És mit tanított? Magyar irodalmat? A középiskolában magyar irodalmat és történelmet, az egyetemen aztán ez abból gondoltam, mert könyvkiadó igazgató is igen, volt. Igen, tehát igen, a hát oda ez az előképzettség kellett. Tehát pontosan tudom, hogy miféle... nem is fizikai, hanem lelki igénybevétel vár a jó pedagógusra, ha komolyan fel akar készülni. Számomra ezért megrendítő volt, amikor épp a szakszervezet elindított pár hónapja egy olyan akciót, hogy semmit nem mondtak pedagógusok, csak odaálltak a képernyő vagy a saját mobiltelefonjuk képernyője elé, fölmutatták a fizetésüket, és az volt aláírva, hogy ők hány évet tanítanak, mi mindent végeztek. Ehhez képest azt mondom, hogy minden pedagógusnak igaza van, aki most például, ha jól tudom, 30-án, vagy valamikor a hónap végén, biztos elmondta itt a szakszervezeti vezető. És csak jön majd. Igen, kiáll a maga jogaiért, annál is inkább, mert nem csak a pénzről van szó, a pedagógus szabad tanítási szabadságáról is, meg arról is, hogy például a lebutított szakképzésből a pedagógusoknak még ott most akarják éppen elvonni még a közalkalmazotti státuszát is, ami egy tervezhető pályakép volt legalább. Nem lehet, hogy a pedagógusoknál is valami baj van, hisz az én tanáraim, én már ugyan egy közel 70 éves öreg ember vagyok, na még van rá pár évem, hát akkor ne de azok a tanárok, azok karizmatikusok voltak, sajnos iszonyú sok anyagot, de nagyon jól átadtak, és tudtunk a világról, tehát nem csak verseket kellett bemagolni, ami nem baj, hogy az ember memorizálni tud, mert minden rossznak van valami jója, különben hogy tudnék én itt beszélgetések tömkelegét levezetni, tehát azok valami másfajtából voltak. Ennek van azért nagyon is konkrét objektív küldetésük is anyagi volt. Küldetés is volt, de volt akkor más is. Akkor se fizették őket túl. Volt más is. Akkor a tanár, a középosztály nagyon megbecsült tagja volt. Ha ma végignézi a társadalmi foglalkozások presztízs listáját, néha csinálnak ilyet, akkor az nagyon rímel az anyagiakra, és a pedagógusok az anyagi és erkölcsi megbecsülés szempontjából lecsúsztak. Ebben minden kormány hibája benne van, nem csak a mostani. Ezt akartam akarom gyorsan kérdezni, hogy és önök hol voltak, amikor ők lecsúsztak? Ami azt illeti a közalkalmazotti béreket, a mi időnkben a pedagógusét is 50%-kal felemelték, de ez még mindig nem elég, tehát nem akarom csak a mostaniakra hárítani a hibát, de épp azért nem lehet tovább úgy játszadozni a pedagógusokkal, hogy egyre kevesebb szabadság, a fizetésnél meg inkább ígéretek, mint a borítékban megfogható forintok. Így folytatjuk legközelebb, ez egy nagyon jó végszó volt. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Lendvai Ildikót, az MSZP volt elnökét, volt gimnáziumi tanárt, könyvkiadót és politikust láttak és hallottak, mielőbb várjuk vissza. Köszönöm. Előzetesek, és már is jövünk Szücs Tamással, a PDS elnökével. Tartsanak velünk! We'll be right back.